A magyar nyugdíjak valós vásárlóértéke az uniós átlag alsó harmadában van, bőven az uniós átlag alatt. Az egykori szovjet blokk országai közül a cseh és a szlovák nyugdíjak vásárlóereje is nagyobb a magyaroknál. És még egy adat, a magyar átlag nyugdíjas 60%-kal kevesebb terméket és szolgáltatást tud venni a nyugdíjából, mint egy osztrák nyugdíjas. Orsós Éva, az Életet az Éveknek klub szövetség elnöke, a vendégem. Jó reggelt kívánok! Ugye a nyugdíjemelésnek két módja van, a svájci indexálás nem jön szóba, kerekperec, igaz, hogy még egykor a bajnai kormány szüntette meg, de mostani kormány nem szereti, és a választói sem szeretik. Nagyon sok beszélgetést hallottam, ahol nyugdíjas korú Fidesz szavazók is azt mondják, hogy mindig jönnek ezzel a svájci indexálással, és ez nem érdekünk. Úgyhogy tegyen kérem öntsön tiszta vizet a pohárba, hogy mi lenne a helyes megoldás, és a másik fele a kérdésemnek, milyen stratégiájuk van, milyen lehetőségük, mert az teljesen más, mint hogy mi lenne a helyes. Igen. Igazából én azt tartom problémának, hogy nincs lehetőség beszélni arról, hogy a nyugdíjemelés módszertanát megváltoztassuk. Hogy értem, ugye, hogy nincs erre lehetőség? Hát nem működik az idősügyi tanács, igen. Nincsen érdekegyeztetés nyugdíjas szervezetek és kormányzat között. Mert hogyha lenne lehetőség, akkor mi nyilván felvetnénk azt, hogy a közel 10 éve infláció követő nyugdíjemelés változzon meg, hiszen ennek az eredménye az, hogy a nyugdíjak, az átlag öregségi nyugdíj és az átlag bérek között elképesztően nő a különbség. Infláció követő helyett bérkövetővé tennék, vagy valamilyen kombinációval? Valamilyen kombinációval el tudnám képzelni, hiszen a svájci indexálás azt jelentette, hogy a nettó béremelkedés nek vesszük az 50%-át és az inflációnak. Csak egy nagyon egyszerű példa, hogy ennél a mostani időszaknál maradjunk. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk 3% az infláció, akkor most 3% nyugdíjemelést kapnak a nyugdíjasok. Ha a bérkiáramlás 10%-os, és vesszük annak a felét, akkor 10-nek a fele ugye 5, a 3-nak a fele másfél, akkor 6,5% lenne. Én nem hiszem, hogy van olyan fideszes nyugdíjas, igen, aki tiltakozna az ellen, hogy az ő nyugdíjemelése 6,5%-os legyen. Ezért van nagy jelentőség annak, hogy el tudják-e magyarázni, hiszen olyan kérdésekről végül is ilyen politikai lojalitás alapján dönteni, amit az ember igazából nem ért, és akár a saját érdeke ellen szól a saját döntése. Hát annál is inkább, mert hogyha megnézzük, hogy ma Magyarországon milyen összegű nyugdíjak vannak, akkor én úgy gondolom, hogy az nem pártpolitika függő, hogy kinek mennyi a nyugdíja, tehát szinte biztos vagyok, hogy nagyon sok olyan fideszes szavazó is van a nyugdíjasok között, akinek a nyugdíja 100 000 forint alatt van. Hogy ne lenne valóban. Válaszolt a kormány. Azt mondták, a kormányprogram a nyugdíjak értékállóságát garantálja, tehát a pénzromlás mértékével emelik az idősek járandóságát. 17 óta nyugdíjprémiumot is fizet az állam, feltéve, hogy a GDP növekedése meghaladja 3,1%-ot. Igen, hát az ön által előbb említett statisztikák meg nem azt mutatják, hogy oka lenne a nyugdíjasnak arra, hogy jó legyen a közérzete. Mi 2008-ban az öregségi átlagnyugdíj és a béreknek az átlaga 70%-os volt, addig mára eljutottunk oda, hogy ez alig haladja meg, sőt azt hiszem egy nagyon picit 62% alatt van. Tehát jól látszik, hogy az elmúlt időszakban nyilván ez összefüggésben van a munkaerőpiac helyzetével, kevés a munkaerő, éppen ezért ahhoz, hogy megtartsák, jelentősen emelni kell a béreket. Ugyanakkor emögött lemaradnak a nyugdíjak. Globálisan sokat emlegetett jelenség és probléma, hogy minél kevesebb az aktív dolgozó, és minél több a nyugdíjas, annál kevesebb pénz jut az öregségi ellátásokra. A kormány emeli a nyugdíjkorhatárt, amely 2009-ben a Gyurcsány csomagban is benne volt, jövőre 64 év, 2022-re 65 évre emelkedik a korhatár. Igen, hát hosszabb életet is élünk. Ugyanakkor az nagyon komoly gondot. Tehát ez rendben van, ezek a számok? Az nincsen rendben, hogy megszűnt 2010-et követően a rugalmassága a nyugdíjrendszernek. Tehát az lehetővé tette, hogyha például valakinek olyan volt az élethelyzete, akkor valamivel korábban menjen el, és azt is lehetővé tette, hogy azok, akik dolgozni szeretnének, és akiknek szükségük van a munkaerőpiacon a tudására, azok ott maradjanak. Ez a rugalmasság megszűnt.
Nem változott ez azóta, korrigálták. Hát annyiban korrigálták, hogy történetesen létrehozták a nyugdíjas szövetkezetet, Hogy és igen, működnek azok? én azt gondolom, hogy létrejöttek nyugdíjas szövetkezetek, és azokat a reményeket, amiket az év elején velük kapcsolatban elterjesztettek, ahhoz képest ezek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az sem véletlen, hogy most arról van szó, hogy januártól, függetlenül attól, hogy működnek a nyugdíjas szövetkezetek, ha valaki nyugdíjast foglalkoztat, ugyanazokkal a kedvezményekkel tudja foglalkoztatni, mint hogyha nyugdíjas szövetkezeten keresztül foglalkoztatná, ami egyébként azt jelenti, hogy a munkáltatónak jobban meg fogja érni, hogy közvetlenül foglalkoztasson nyugdíjast, mert a nyugdíjas szövetkezet nyilván abból a bérből, amit a munkáltatótól kap, valamennyit a saját működési költségére levesz. Pedagógusok is visszafoglalkoztathatóak. Igen, de még mindig vannak olyan korlátok, amik nem teszik lehetővé, hogy azok, akik tényleg dolgozni szeretnének, és azok, akik tényleg foglalkoztatni szeretnék, azok szabadon olyan mértékben lehessenek jelen a munkaerőpiacon, ahogyan egyébként erre szükséglet és igény mutatkozik. Tehát még mindig vannak korlátok. Olyan érdekes a kontraszt a között, hogy számos kutatás felmérés mutatta ki, hogy nagyon fiatalon, nagyjából 57 évesen a magyarok átlaga nyugdíjba szeretne menni, miközben ezek a kutatások, vagy más hasonló kutatások igen, azt is mondják, hogy tudják az emberek, vagy legalábbis úgy érzik, hogy nyugdíjasnak lenni nem jó. Igen. Nagyon furcsa, mert ugye egyrészt sokan szeretnének dolgozni, ahogyan említettem, másrészt pedig nagyon sokan éppen a nyugdíjkorhatár betöltése előtt elveszítik a munkahelyüket. Én nagyon sok ilyen embert ismerek, aki 2017 után elveszítette a munkahelyét. Hány és éves alig korban várta. Hát 57-58 éves korában elveszítette a munkahelyét, és ezeknek az embereknek, főleg a nőknek, ha meg tudták szerezni ezt a bizonyos 40 szolgálati évet, amivel a nők elmehetnek nyugdíjba, ez egy mencsvár volt. Tehát nagyon sokan olyanok, akik szívesen dolgoztak volna, azért mentek el, mert ez sokkal jobb, mint hogy a munkanélküliek ez lennének. Ez óriási jelentőség, amit most mondott, mert egyáltalán nem arról van szó, amit csak első olvasatra felszínesen sugalna ez, hogy az emberek szívesebben igen, nem dolgoznak. Van egy másik nagyon lényeges dolog nem is az 57 éves korral kapcsolatban, hogy nagyon sokan betegek. És mivel a rokkant nyugdíjrendszer megszűnt, éppen ezért nagyon sokan a saját személyes problémájukat, ami vagy a saját, vagy a családtagjuk egészségi állapotával van összefüggésbe, így oldják meg. Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy eljött és sok köszönöm. Mindenre rávilágított.